Ezt a szakmai fórumot a szakmai felelősségvállalás, a civil kurázsi és nagyfokú aggodalom hívta életre. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Kihívások című szakmai fórumot az Oktatói Hálózat Szegedi csoportjának képviselője. A meghívott előadók segítségével a közönség kérdéseinek is helyt adva, arra keresték a választ, hogy a finanszírozási nehézségek milyen feladatok elé állítják az intézményeket, egyáltalán mi az, hogy minőségi oktatás, és milyen irányba tart uniós szinten a magyar felsőoktatás. A fórum elején maga a hálózat mutatkozott be, és adott képet arról, decemberi megalakulásuk óta, hogyan próbálták fontossá tenni a felsőoktatás ügyét. Ennek a hálózatnak az a célja, hogy szervezettebb kereteket biztosítson azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek arra törekednek, hogy az egyetemi autonómia keretei között biztosítsuk a lehetőségét egy olyan tudáspolitika érvényesülésének, amely nélkül úgy gondolom nincsen számunkra európai jövő. A fórumnak helyet adó auditorium maximum zsúfolásig megtelt oktatókkal, diákokkal, ott volt a BTK dékánja és az egyetem általános rektor helyettese is. Én olyan statisztikákat szeretnék önök elé tárni, amit az egyetem könyvelésével össze lehet vetni. Ettől kezdve rengeteg számot és táblázatot láthattak a jelenlévők, amikből két dolog világosan kiderült. Egyrészt két év alatt drasztikusan csökkent az egyetem büdzséje. Az a stabil háromlábú szék, amelyre 2010-ig épült a gazdálkodás, összerojtni látszik. Az egyik láb a költségvetési támogatás majd 20 milliárd forintról, alig több mint 12 milliárd forintra apad 2013-ra. A másik láb a klinikum, mely a többi nagy egyeteméhez képest alulfinanszírozott. A harmadik a saját bevételek rendszere, mint például a bérleti díjak, a pályázati pénzek is csökkenőben vannak. Sőt, a pályázatoknál az önrészek felemésztették a megtakarításokat. Így alakult ki az a problémasor, amit a dián látható négy pontban foglalt össze a főigazgató. 2013-ban a Szegedi Tudományegyetemnek dologi költségvetése költségvetési oldalról nincsen. A 12,4 milliárd forint az lényegében azt jelenti, hogy nem maradt dologi költségvetése a Szegedi Tudományegyetemnek költségvetési oldalról. Ez nem jelenti azt, hogy nem világíthatunk, nem vehetünk papírt és projektorizót, de ezeknek elvileg a forrása csak a saját bevétel lehet. A másik, ami világosan kiderült az előadásból, hogy az egyetem vezetése a kormány állításával ellentétben igenis gondos gazdája intézményének, tudatosan tervez és ahol lehet, takarékoskodik. Diákat mutatott a főigazgató az energiafogyasztás visszafogása terén elért sikerekről, a klinikum hiányának csökkentésére tett lépésekről, a tudatos létszámgazdálkodásról. Az idei forráselvonások azonban már pusztán takarékoskodási intézkedésekkel nem ellensúlyozhatók. Mutatott táblázatot Majó Zoltán arról is, milyen plusz forrásokat ígért 2013-ra a kormány Szegednek. Én most úgy látom, hogy ebben egyetlen egy biztos tétel van, ez a kiemelt kutatóegyetem, de még ezzel az összeggel sem fogjuk elérni a 10 évvel ezelőtti költségvetési támogatást. Az összes többi tételt pedig úgy tekintem, hogy valóban ez is további segítség lesz az egyetemnek, hogy tovább lépjen mondjuk a beruházásaiban, vagy a szállítói állomány ne szökjön az egekig, és ki legyen fizetve a tavaly évi villanyszámla, de ez a 2013 évi költségvetést abból a szempontból nem érinti, hogy ezek egyetemi szakzsargonnal élve ezek pántlikázott pénzek. Az elmondottak ellenére a főigazgató bizakodva zárta előadását, hivatkozva arra, hogy az egyetemeknek jó az immunrendszere, ami sokat kibír. Közgazdászként úgy gondolom, hogy az oktatás egy beruházás. Nem ráfordítás, ez egy beruházás. A gazdaságtudományi kar dékánja, stratégiai menedzsmenttel foglalkozó szakemberként azt a kérdést tette fel, mi ma az egyetem? Ez további kérdéseket vetett fel, mivel foglalkozik, hogyan lehet irányítani, és mikor lesz a teljesítmények kiváló. Egyáltalán hogyan mérhető a felsőoktatás teljesítménye? Azaz, amikor azt mondjuk a cél a minőségi felsőoktatás, az mit is jelent valójában? Amit lássunk e tekintetben, hogy a világban a felsőoktatás finanszírozás nagyon egyszerű módon egy input oldali finanszírozásról kezd átváltani rendkívül erőteljesen egy teljesítmény alapú finanszírozásba. A teljesítmény alapú finanszírozást én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó szort
megoldást tesz lehetővé. Azt rögzíti, hogy magának, maga egy ország hogyan képzeli el magát egy munkamegosztásban. Nem akar rögzíteni struktúrát, nem akar rögzíteni eljárásokat, sokkal inkább eredményeket vagy folyamatokat szeretne támogatni. Egy országban ahhoz, hogy változtassunk az oktatási rendszeren, bármifajta módon, rendszer szinten megváltoztassuk azt, amit van, ahhoz kell valami fajta politikai akarat. Azaz politikai döntések következtében alakul szerte a világon az oktatási rendszer, amelyről aztán különböző mérések mutatják meg, hogyan teljesít. Magyarország az utóbbi 2 évtizedben az oktatás eredményességét tekintve az élmezőnyből a középmezőnybe csúszott. A további lecsúszás csak bizonyítékokra alapozott oktatáspolitikával akadályozható meg. A professzor amerikai és német példákat említett, ahol a tudatos, szakmailag megalapozott döntések sikereket értek el. Merkel rendszeresen járja az iskolákat, különböző helyeken érvel, kampánnyal az oktatási rendszer fejlesztése mellett. Ennek az egyik szimbolikus eleme az, hogy azt találta mondani, változtassuk a Bundesrepublikut Bildungsrepublikká, azaz a szövetségi köztársaságot a képzés köztársaságává. Ez ma már annyira elterjedt szlogen Németország, hogy külön egy website működik a Bildungsrepublikról. Rengeteg karikatúra jelent meg, például itt ugye a német birodalmi sas levonul a címerből, és oda telepedik helyette a tudós bagoly. Magyarországon jelenleg, mintha a döntéshozók nem hallanák meg a szakértők szavát, pedig szakirodalom bőségesen van még magyar nyelven is. A felsőoktatás financiális megszorítása nem a jó út. Két példát is említett a professzor arra, miért is jó a felsőoktatásba fektetni. Egyrészt felmérések bizonyítják, hogy egy magyar diplomába fektetett összeg 13-szorosan térül meg az évek során. Másrészt a mostani tendenciák az uniós célkitűzésekkel is szembe mennek. A csatlakozáskor a magyarországi és az uniós diplomások aránya között 10%-nyi különbség volt. Ezt az utóbbi években ledolgoztuk 6,5-re. Az elmúlt 2 év felsőoktatást érintő kormányzati döntései azt prognosztizálják, hogy 2020-ra a különbség megint megközelíti a 10%-ot. Ha most nem cselekszünk, a negatív változások visszafordíthatatlanok lesznek. Kérdezem én, ha most egy olyan fejlődési pályára állítjuk a magyar felsőoktatást, amelyik tervszerűen eltávolítja a mi rendszerünket Európa középmezőnyétől, nem az európai országok élvonalától, hanem a középmezőnytől. Láthatóan távolodunk ettől a középmezőnytől. Mennyi energiába telik még egyszer visszakapaszkodni egy olyan fejlődési pályára, amely legalább a középmezőnyhöz segíthetne bennünket? A Kihívások című szakmai fórum második fele a kérdéseké volt, ahol már a hallgatósággal közösen arra keresték a választ, hogy mit tehetnek az egyetemi közélet szereplői a magyar felsőoktatásért.